Közvitára bocsátották a szerbiai média stratégia tervezetét. Az elfogadás után 18 hónappal privatizálni kellene minden helyi és regionális médiumot. Megkezdődött a 2012 és 2018 közötti időszakra vonatkozó vajdasági magyar kulturális stratégia kidolgozása. A folyamat első lépéseként a Magyar Nemzeti Tanács szakmai tanácskozása hívta össze Szabadkán a Művelődési Egyesületek és Civil Társulatok képviselőit. Nagy Imre kultusz a Vajdaságban is él. Az 1956-os forradalom és szabadságharc mártír miniszterelnökére emlékeztek Szabadkán. A Magyar Szó főszerkesztőjének leváltását javasolta a laptaggyűlési jogokat gyakorló testülete. A szerbiai média stratégia tervezete szinte tudomást sem vesz a kisebbségi média speciális helyzetéről. A közszolgálati adókon kívül magánosítana mindent. A lehető legrosszabb esetben ez akár azt is jelentheti, hogy a vajdasági rádión és televízión kívül nem marad helye a nemzeti közösségeknek a szerbiai médiumok között. Nem értenek hozzá. Állítom, hogy azok, akik a munkacsoportban részt vettek, azok nem értenek ehhez a problémakörhöz. Minket nem vontak be ebbe a folyamatba, és ennek lett a következménye ez a kicsit torz média stratégia ebben a vonatkozásában. Tehát nem azt gondolom, hogy az egész stratégiát kell megtámadni, nem az egész stratégiát kell úgymond visszaszorítani a fiúkba, hanem azt gondolom, hogy a magyar nyelvű tájékoztatásthoz értő szakemberek segítségével kell módosítani ezt, és mi ezeket az indítványokat meg is fogjuk tenni. Kiemelt jelentősége van a médiának a nemzeti közösségek identitásának megőrzésében. Nem véletlen, hogy az Európai Unió és az Európa Tanács több dokumentuma hangsúlyozza a kisebbségi médiumok védelmét és támogatásuk szükségességét. A többségi médiatérben elengedhetetlen szerepük van a kisebbségi önszerveződésben és a nyilvánosság biztosításában. Ez került most veszélybe. Közvitára bocsátották a szerbiai média stratégia tervezetét. A dokumentum egyebek között azt irányozza elő, hogy az állam teljesen vonuljon vissza a médiaházak pénzeléséből. A tervezet szerint az ország a jövőben a projekteket támogatja és nem nyújt normatív támogatást. Az erős központi hatalomnak kedvez, és azokat a közszolgálati intézményeket fogja előnyben részesíteni, amelyek valamilyen képpen állami felügyelet alatt vannak. És ez természetesen rögtön azt jelenti, hogy az állami felügyelet az egyben a hatalmi pártok felügyeletét is jelenti. Bármit is írjanak, bármilyen módon deklarálják a teljes függetlenséget, ez eleve kizárt dolog. Ebben az esetben a vajdasági magyar média nagyon rosszul járhat. Részben azért, mert a ilyen megoldással a vajdasági rádió és televízió kerülne nagy előnybe. Azt pedig tudjuk, hogy a VRTV az kemény hatalmi felügyelet alatt áll, és a hatalomnak ebben a pillanatban, de gondolom, hogy ez egyértelmű az utóbbi két évtizedben, nem volt és nem érdeke a kisebbségi műsorok fejlesztése. És az, ami most van a vajdasági RTV-ben, az messze nem elégíti ki a vajdasági magyarság érdekeit, és a többi kisebbség érdekeit és szükségleteit. Már csak ha azt veszük figyelembe, hogy a szövegben a többi között azt írja, hogy garantálja a kisebbségi tájékoztatás szinten tartását. Tehát, hogyha ezt a szintet fogadjuk el, ami most van, akkor régen rossz. A média stratégia elfogadása után 18 hónappal privatizálni kellene minden helyi és regionális médiumot. Az MNT tájékoztatási tanácsosa ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt években a magánosítás miatt sok tájékoztatási eszköz a csőd szélére jutott vagy megszűnt. Van példa olyan kisebbségi műsort is szolgáltató médiumra, amelynek a sikertelen magánosítása után próbálták visszafordítani az eljárást, és azóta is a részvényügynökség tulajdonában vannak valami módon a médiumok, konkrétan rádiókra gondolunk, és rádiókra vonatkozik ez, de szinte kilátástalan helyzetben vannak, teljesen
pénz és vagyon nélkül, és azt se tudják, hogy mikor várhatnak valamilyen jobbulást. Na most, ha ilyen sorsra ítélik az összes kisebbségi médiumot, akkor az régen rossz, és akkor tényleg meg kell ijedni. Mint egy Kejfel Jancsi ez az elképzelés most már azt hiszem, hogy a negyedik kormányzati cikluson keresztül jelenik meg bizonyos formában ugyanazoknak a szerzőknek a tollából, és hát egy olyan jellegű médiarendszer átalakítást kezdeményez, amelynek végeredménye veszélybe sodorná a magyar nyelvű tájékoztatást, és általában a kisebbségi nyelvű tájékoztatást. A tervezet készítői az Európai Uniós gyakorlatra hivatkoznak. Semjén Zsolt magyar miniszterelnök helyettes szerint ez tárgyi tévedés, ugyanis Magyarországon is legalább 100 önkormányzati médium működik. Az állami monopóliumát a médiának azt csökkenteni, és a magánszférát bevonni, ez önmagában és általánosságban véve lehet pozitív. Azonban figyelni kell arra, hogy a kisebbségek és az önkormányzatok esetében ez lehet negatív. Az aggodalom, ami bennünk van, az az, hogy ez ellehetetlenítheti a nemzetiségi adásokat, hiszen a nyers piaci viszonyoknak a bevezetése az ártalmas lehet, nem beszélve arról, hogy ebben az esetben azért kérdéses lehet ennek a finanszírozása. Ugyanazokat a rendezőelveket nem lehet alkalmazni a kisebbségi írott sajtóra, a kisebbségi elektronikus sajtóra, és természetesen a többségi nyelvű médiára. Erről teljes mértékben megfeledkezik ez a stratégia, amiből az következik, hogy ennek a végrehajtása komolyan veszélybe sodorná azokat a szerzett jogokat, amelyeknek az elvi védelmét tartalmazza a stratégia. A másik probléma ezzel a média stratégiával az, hogy amikor a kisebbségi nyelvű tájékoztatásról beszél, akkor igazából semmilyen konkrétumokat nem tartalmaz. Tehát azt mondja, hogy több évre előre tervezve kéne a költségvetésben előteremteni a támogatásokat, de hogy mekkora mértékűt és hol vannak ennek a garanciái, abban a kapcsolatban nem foglalkozik semmivel. Gyakorlatilag rábízza a piacra és ezekre a bizonytalan állami támogatásokra a kisebbségi nyelvű médiának a fennmaradását. Ugye azt hirdeti ez a stratégia, hogy az önkormányzatok, a nemzeti tanács közvetve és közvetlenül se lehessen alapítója a kisebbségi nyelvű médiának. Ugyanakkor azt mondja, hogy a privátok által működtetett médiát a politikum ossza szét támogatások formájában. Ugye a kormánypárt ossza szét gyakorlatilag, a kormányzat ossza szét. Tehát azt lehetővé teszi, hogy a támogatások rendszerén keresztül gyakorlatilag a kormány szabja meg, hogy hogyan és miről tájékoztasson a kisebbségi média. Közvetetten, de teljesen maga alá gyűrje a piacnak kiszolgáltatott kisebbségi médiát, de azt, hogy az országos önkormányzat, a Magyar Nemzeti Tanács, amelynek alkotmányos joga, hogy önkormányozzon a kisebbségi tájékoztatás területén, az nem lehet alapítója és nem lehet irányítója a kisebbségi médiának. Tehát tele van belső ellentmondással ez az anyag, arról nem is szólva gyakorlatilag, hogy alkotmányellenes. Hiszen a Nemzeti Tanács vonatkozásában alkotmányos norma írja elő, hogy a Nemzeti Tanácsnak igazgatási jogai vannak a kisebbségi tömegtájékoztatás vonatkozásában. Ez a stratégia ezeket az igazgatási jogokat kizárna. Az alkotmány garantálja a szerzett jogokat, illetve tiltja a szerzett jogok szintjének a csökkentését, és abban az esetben, hogyha a jövőben a Nemzeti Tanács nem lehetne alapítója a magyar nyelvű médiumoknak, akkor ez közvetlen módon azt eredményezné, hogy a kollektív kisebbségi jogok esetében, vagy azokra vonatkozóan visszalépés történik, és ez az alkotmány értelmében tilos. Ahogy az sem elképzelhető, és az sem lenne logikus, hogyha a média stratégiához igazítanánk a nemzeti kisebbségekről szóló 2002-ben elfogadott törvényt, vagy a 2009-ben elfogadott nemzeti tanácsokról szóló törvényt. Ezek a jogszabályok természetesen magasabb rangúak, mint egy médiastratégia. Éppen ezért
az utolsó pillanatig azért fogunk küzdeni, és én bízom abban, hogy sikerrel járunk majd, hogy a jelenlegi törvényes rendelkezések hatályban maradjanak, illetve hogy a kisebbségi jogok szerzett szintje ne csökkenjen. A kisebbségi nyelvű médiumokról egy külön fejezet is van ebben a stratégia tervezetben, fejezetecske ugyan, de mégis van, és az első mondata kimondja, hogy garantálják a szerzett jogokat, tehát garantálják, hogy azok nem fognak szűkülni, csorbulni. Szerintem ebbe érdemes kapaszkodni, és ezt akkor kikövetelni. Ez megint egy olyan jog, amellyel élni kell, egy jogosítvány, amelyet meg kell valósítani, és minden eszközzel oda kell hatni, hogy a közösség érdekeit képviselve az összes megvalósult jogainkat szinten tartsuk. A Magyar Nemzeti Tanács reagál. A közvitában és a parlamenti eljárásban is rámutat majd a stratégia hiányosságaira. A magunk részéről mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy ebben a formában ezt a stratégiát elfogadják. Rá fogunk mutatni a közvitában, a parlamenti eljárásokban. Arra az európai gyakorlatra, amely nem olyan, mint amire hivatkozik a stratégia, rámutatunk azokra a példákra, hogy ott, ahol ezek a dolgok jól működnek, hogy hogyan működnek. Úgyhogy teljes mértékben azt gondolom, hogy újra kell gondolni a stratégiának ezeket a részeit, hogyha a parlament el szeretné fogadni ezt a stratégiát. Teljesen elfogadhatatlan, hogy például a stratégiának az legyen a következménye, hogy a nemzeti tanácsokról szóló törvényt jelentős mértékben megváltoztassák. A stratégia elfogadását megelőzően, illetve főleg abban a fázisban, amikor a stratégia alapján a törvények módosítására kerülne sor a parlamentben, akkor mi természetesen, amennyiben minden marad a jelenlegi állás szerint, módosítási indítványokat fogunk benyújtani, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy olyan törvények elfogadására ne kerüljön sor, amelyek a kisebbségi médiumok privatizációját látnák elő, illetve ellehetetlenítenék azt alkotmányellenes módon, hogy a nemzeti tanácsok alapítói lehessenek a médiumoknak. A magyar média fejlesztése létkérdése a magyar közösség számára. Jó tájékoztatási rendszer nélkül, jó kapcsolatok nélkül, Vajdaságon belül a különböző médiaintézmények és az anyaországi intézmények között, valamint a többségi média és magyar, illetve magyar és európai médiák között. Tehát csak így tudunk egy olyan rendszert képíteni, amely biztosítja azokat az előfeltételeket, amelyek szükségesek a vajdasági magyar közösség számára, hogy fennmaradjon és hogy erősödjön. Ebből a szempontból minden érdek érvényesítési eszközt ki kell használni a parlamenti, köztársasági és tartományi parlamenti képviselőségtől egészen azokig a háttérintézményekig, pártokig, amelyek a maguk módján hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy ez a mostani szerbiai médiastratégia ilyen formában ne legyen elfogadva. A Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére a vajdasági kormány olyan záradékot fogalmazott meg, amelyben ellenérzését fejezi ki, és határozottan tiltakozik amiatt, hogy a szerbiai médiastratégia tervezet előirányozza többek között az önkormányzati vagy nemzeti tanácsi alapítású médiumok kötelező privatizációját. Pásztor István kormányalelnök ezzel kapcsolatban azt mondta, ez az első olyan alkalom, amikor a vajdasági kormány határozottan állást foglal ebben a kérdésben. Hosszú távon a több nyelven sugárzó vajdasági önkormányzati alapítású elektronikus média kerüljön ki a privatizáció veszélye alól, és maradjon hosszan önkormányzati, illetve nemzeti tanácsi alapítású. Ne legyen az, hogy minden egy évben, két évben kinek mikor jut eszébe újra és újra ezt az egész történetet meglebegteti. Az eddigi privatizáció azt bizonyította az elektronikus média vonatkozásában, a helyi elektronikus média vonatkozásában, hogy egyetlen egy ilyen eset se nevezhető sikeresnek, és egészen biztos, hogy ez nem járható út. Heteken belül elkészül a Vajdasági Magyar Média Stratégia újabb változata.
Ez a dokumentum optimális esetben beépíthető lenne a szerbiaiba is. Én nagyon örülnék annak, hogyha ezek a mindentudó emberek Belgrádban néha körülnéznének Vajdaságban is, néha körülnéznének azon emberek között is, akik fogyasztói és kreálója a magyar nyelvű médiának. Evidensen, hogy ezt a változatot úgy készítették el, hogy erről nem vettek tudomást. A szerbiai média stratégia tervezete most közvitára kerül. Az első ilyen tanácskozást már megtartották Ragujevácon. A következő időszakban eldől, Szerbia kitart a globalizációs nyomás, a piaci verseny mellett a média terén, vagy figyelembe veszi, hogy nem egy nyelvű, egy kultúrájú országról van szó. Megkezdődött a 2012 és 2018 közötti időszakra vonatkozó vajdasági magyar kulturális stratégia kidolgozása. A folyamat első lépéseként a Magyar Nemzeti Tanács szakmai tanácskozásra hívta össze Szabadkán a művelődési egyesületek és civil társulatok képviselőit. Mindenki elmondhatta, melyek azok a prioritások, amelyeknek helyet kell kapniuk az év végéig elkészülő stratégiában. Ha nem fektetjük le az irányvonalakat, a prioritásokat, a célokat, úgy az amatőrök, mint a hivatásos intézmények vonatkozása, akkor nem fogunk tudni dolgozni. Dolgozni lehet, hogy mindenki így magába fog tudni, mint ahogy ez eddig is zajlott, de én mindenféleképpen másként képzelem ezt a munkát. Közösségi erőtérben, úgy, hogy abból mindenki hasznosuljon, előre jusson, és lássuk azt, hogy merre megyünk előre, hogyan haladunk, hogyan valósítunk meg célokat. Barlai Jenő szociológus a célokra és irányelvekre vonatkozóan tett javaslatokat. Kiemelte, a legfontosabb az értékmegőrzés, valamint az identitás és közösségformálás. A stratégia megalkotásakor is ezeket a célokat kell szem előtt tartani. Irányelvekként többek között a minőségvédelmet, a kulturális szigetek létrehozását, valamint a kapcsolati kulturális tőkenövelését javasolta. Az egyéni ötleteket, javaslatokat maguk az érintettek is elmondhatták. Nagyon fontos volna az, hogy próbáljunk a tömbben és a szorványban is valahogy egyenrangú helyzetbe hozni a művelődéssel foglalkozó fiatalokat, felnőtteket, mindenkit, akinek ez szívügye, és ez nagyon fontos az, hogy próbáljunk intézményesített formában oktatást biztosítani, például néptáncoktatást, vagy bármilyen más oktatást, és ez jelenleg nem megoldott, hiszen a Vajdaságban nagyon sok fiatal van, aki erre képzett, aki ezt szeretni és akarja is művelni, ellenben valamilyen módon megoldást kell találni, hogy ez egy szervezett formában menjen, tehát a nagy távolságok miatt is nagyon jó lenne jó néhány fiatal magyar oktatót itt Vajdaságban, vagy munkaviszonyból, vagy pedig más formába anyagilag is támogatni, és akkor ehhez egy elvárást fűzni, hogy nem csak a tömbben végzünk oktatást, hanem elmegyünk a szorványba is. A népművészet mellett a polgárságnak a hagyományait ápoljuk, és ez is bekerüljön, támogatást kapjon. Azután, ami egy kicsit elhanyagolt, a kézimunkázó asszonyoknak a munkáit is belevegyék, illetve a kézimunkázást, azért, mert enélkül például még a népviseletek se jelenhetnének meg, és egy kicsikét a kézimunkázókat mindig úgy félreteszik. Hát nagyon fontos lenne a részünkről, hogyha megjelenítenék a gyermekeknek az oktatását a kézimunkára, ami ugyancsak nagyon elhanyagolt az utóbbi időben. Fontos az, hogy helyi szinten legyen meg a szervezeteknek, művelődési egyesületeknek a saját stratégiájuk, és erre épüljön a vajdasági magyar stratégia. Mindenféleképp számomra fontos az, hogy ezek a szervezetek eljussanak abba a helyzetbe, hogy tudnak pályázatot írni, tudnak pályázni, és azokat a saját céljukat, amit kitűznek, ezenek a pályázatokon keresztül meg is tudják valósítani. Számomra, mivel szerintem szorvány és szorvány közt is komoly különbségek vannak, fontosnak látom a szorványközpontoknak a megalakítását, amely akár 10-15-20 települést is felelelne, és ezek a központok elvégeznék azt az alapvető munkát, azt a vezetést, közvetítést, hogy a többi lemaradt civil szervezetek is fel tudjanak fejlődni.
A széleskörű tanácskozás mellett az MNT adatlapok segítségével is állapotfelmérést végez. A szakmai munkacsoport által kidolgozott kérdőívet helyi művelődési központok, nemzeti önazonosságot őrző intézmények, valamint a kiemelt rendezvények házigazdái kapták kézhez. A kérdések kiterjednek az általános munkafeltételekre, vagyis a fűtésre, valamint az internet kapcsolatra is. Rákérdez továbbá arra, milyen színpaddal rendelkeznek az egyesületek, ez ugyanis fontos információ lehet többek között a tájolással kapcsolatban. Az adatlap az tényállásokat rögzít. Kívánságok nem lesznek benne, a tények lesznek benne. És a végén ugye van, hogy mindenki fogalmazza meg egy mondatban, illetve 10 mondatban, hogy az ő számára a készülő stratégiában mi a legfontosabb. Ezeket ugye egyrészt feldolgozzuk az adatokat, a számítógépes módszerrel kiszűrni, hogy kik a néptáncosok, kik a népzenészek, kik a kézimunkázók, tehát ez egy ilyen mátrixban látni fogjuk, keresztmetszetben, különböző rákeresésekkel látni fogjuk, a másik pedig az egy mondat, illetve 10 mondat, én azt be akarom építeni a készülő stratégiába. Egymás mellé rakva külön. Én nagyon remélem, hogy itt, ami kialakult ugye a beszélgetésben, hogy mi a fontos a népzenében, a néptáncban, hogy mik a problémák, hogy az emberek összeülnek és le fogják írni, és akár ezt egy nagyobb tanulmány keretében el fogják juttatni, és ezt mi be fogjuk építeni. A Vajdasági Magyar Kulturális Stratégia 2012-2018 másik részét a szakmai megalapozottságú egy-egy területre lebontott részstratégiák képezik majd. Azok a szakemberek fogják kidolgozni, azok a hivatásos intézményekre vonatkoznak, a műemlékvédelemre, a levéltárakra, a könyvtárakra, a színházakra, a könyvkiadásra. Ezeket már elkezdték ezek a szakemberek, erről nem csinálunk ilyen nagy konferenciát, hanem ezek a szakemberek el fogják végezni, és akkor a szakmai csoport, ugye szociológusok, közművelődési szakemberek fogják abban a nyelvezetben beleönteni ugye a különböző részstratégiákat, ami egy ilyen munkafeladatnak megfelel. Az állapotfelmérést követően elkészül a stratégia tervezet, amely ősszel közvitán lesz. Ezt követően a Kulturális Bizottság vitatja meg, majd a Magyar Nemzeti Tanács alé kerül. A tél a megvalósítás, a 2012-es év pedig a hatásvizsgálat időszaka kell, hogy legyen, hangzott el a tanácskozáson. Nagy Imrére az 1956-os forradalom és szabadságharc mártír miniszterelnökére emlékeztek Szabadkán. Az emlékünnepségnek több apropója is volt. Nagy Imre 115 évvel ezelőtt június 6-án született, 1958-ban június 16-án halt meg, 22 évvel később pedig ugyanezen a dátumon temették újra. A megemlékezést a Nyitott Távlatok és a Nagy Imre Társaság szabadkai tagozata szervezte. Kudlik Gábor elnök elmondta, Nagy Imre kultusza Vajdaságban is él. A fiatalok oktatására azonban ebben a témakörben nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A szervezetünk is erre törekszik, hogy a diákok között, a középiskolások körében minél jobban elterjedjen ez a szellemiség. Az én korosztályom, én tőle egy picit fiatalabbak, idősebbek, Ben pedig viszont él még az 56-nak, mert ez egy 50 év távlat, az nem egy nagy idő, a 56-nak a forradalomnak, annak a nagyságnak a szellemisége, és én úgy érzem, hogy ez egy olyan követendő példa. Tehát nem véletlen, hogy a Nemzeti Tanács a három nemzeti ünnepünk egyikének választotta október 23-át az 56-os Magyar Forradalom és Szabadságharc dátumát. A megemlékezésre eljött Jánosi Ferenc, az egykori miniszterelnök unokája is. Elmondta, a június ma már az örömről szól a családban. Nagy Imre emléke úgy érzi, méltó helyre került. Itt is úgy hallom, vagy úgy érzem, hogy talán itt is a magyar, főképp a magyar lakosság részéről szintén kellő affinitással bír a társadalom, a népesség 56 iránt, és a kegyeleti vagy a születésnapi ünnepség iránt. A megemlékezésen felszólalt a Nagy Imre Társaság Somogy és Csongrád megyei elnöke. A Szabadkai Népszínház színészei pedig verset mondtak a mártír miniszterelnök emlékére. És a homokszemcséket köddel kötötte össze.
Szakmai okok miatt javasolta a Magyar Szó főszerkesztőjének, Pressburger Csabának leváltását a lap igazgatóbizottsága. A Magyar Szó taggyűlési jogokat gyakorló testületében 6 a főszerkesztő leváltására szavaztak, míg 1 személy ellene, 2 pedig tartózkodtak. A bizottság elnöke szerint a sorozatos szakmai hibák miatt szükséges a főszerkesztő menesztése. Húzamosabb ideje és több alkalommal tapasztalhatók olyan szakmai mulasztások, amelyek számukat és elhúzódó mi voltukat tekintve igazából egy bizalomhiányos helyzetet idéztek elő az alapító, valamint a főszerkesztő közötti viszonylatrendszerben. Így tehát szükséges volt kitárgyalni azokat a kérdéseket, amelyeket a tulajdonosi testület mulasztásként értékelt. Hogy egy-két példával is ábrázoljam ezt, közismert, hogy mint egy olyan jó hónappal ezelőtt egy sajtóhasábjain, a Magyar Szó hasábjain kialakult polémia állt az alapító, a Magyar Szó és a Hét Nap közé, amelynek a kezelésében úgy érezzük, hogy a Magyar Szó úgy nyúlt megengedhetetlen eszközökhöz, hogy hasonló módon önmagát is elmarasztalhatta volna hasonló témájú cikkkel kapcsolatban, mint ahogy azt tette elmarasztalásként a Hét Nappal, szintén csak egy a Hét Napban megjelentetett cikkkel kapcsolatban. Igazából, ha darabokra bontjuk ezeket az észrevételeket, akkor talán úgy tűnik, hogy ez önmagában még nem kell, hogy intézkedést vonjon maga után, és ezért hangsúlyozom azt, hogy az intézkedés oka szakmai hibák aránylag nagy száma, és azok hosszú időn keresztül történő ismétlődése. Pressburger Csaba, a Magyar Szó főszerkesztője elmondta, korábban már megkeresték azzal, hogy önként mondjon le, de ragaszkodott a 4 év még 2009-ben elfogadott programjához és megvalósításához. Egy politikailag motivált döntésnek tűnik, amely, hát ahogy ez az egész folyamat elkezdődött, egy koncepciós perre hasonlít, ahol előre eldöntötték azt, hogy nekem távoznom kell. Természetesen fölkínálták azt is, hogy önszántamból távozzak erről a pozícióról, de hát erre nem voltam nyilván hajlandó, hiszen úgy gondolom, hogy azt a 4 éves mandátumot, amelyet elvállaltam, és azt a programot, amelynek megvalósítását is fölvállaltam, még nem végeztem el, és még van dolgom. Úgyhogy amennyiben az alapító ezt másként gondolja, ő maga hozzon egy döntést a leváltásomról. Tehát úgy gondolom még egyszer, hogy itt egy alapvetően politikailag motivált döntésről van szó, mert a Magyar Szó nem viselkedik szervilis módon, és nem szolgálja, hát szolgalelkűen a Vajdasági Magyar Szövetséget, illetve a Magyar Nemzeti Tanács bizonyos köreit. A Magyar Szó, én ezt a programomban is világosan leírtam, és ezt az akkori MNT és az igazgatóbizottság, amely ugyanilyen összetételben ült akkor is össze, elfogadta azt, hogy egy olyan lapot szeretnék készíteni, amely nem csak a valóság szebbik oldalát mutatja be, hanem amely a közösségen belüli problémákra is rámutat, amely kritikus hangnemet üt meg, és amely a politikusokkal sem bánik kesztyűskézzel. Az igazgatóbizottság javaslatáról a napilap alapítója, a Magyar Nemzeti Tanács csütörtöki ülésén dönt. A témával a jövő heti közügyekben foglalkozunk részletesebben.